Katona József bemutatja Bánkbán. Egy darab. Amiért van, hogy a játékszínmesterség hazánkban lábra nem tud kapni, vagy valami hasonló szerzőjétől? Eljött, hogy rendet teremtsen. Eljött, hogy leszámoljon az idegenekkel. Nem akar gyilkolni, de megtörténik. Családot akar, de becsapják. Meghallgat valakit, és megváltozik az élete. Bor és hatalom. Hatalom és szenvedély. Tündéri láncok. A paraszt, aki eljött, hogy segítsen. Egy királynő. Egy király. Egy halott. Öt bán, egy Ritter és egy Meráni herceg. Kaland a mulató palotában. Megdöbbentően aktuális darab 1833-tól a Színházak műsorán. Hát, ez nagyon jó. Bánkbánt akarok nézni, színházba akarok menni. Lássuk a következőt. Most erotikus jön. Érezted már úgy, hogy Moszkvába akarsz menni? Érezted már úgy, hogy a szamovár füttyétől elönt a vágy? Három nő, három titokzatos világ. Mása, Olga és Irina mások, mint a többiek. Összekötik őket a Baszmannaja utca sötét titkai. Változtatni akarnak, de van-e bennük erő? Mit tesz három lolita a sztyeppén? Forró vágyak, sokat mondó pillantások, szexualitástól parázsló hallgatás. Ellen tudsz állni? Vagy maga alá gyűr a gyilkos kéj? Ki ölte meg Kennedy elnököt? Meg annyi kérdés, meg annyi válasz. Csehov füllett erotikájú thrillerje hamarosan a Színházak műsorán. Remek volt, kedvet kaptam a színházhoz. Figyelj, és ezekben szoktak lenni ilyen zenék is alatta, hogy ezt így alázenélik, mert hogy így bevágnak képeket, de hülyeséget kérdeztél. Hát nem, nagyon butaságot kérdeztél, igen. Van alatta igen zene, sőt, hát hogyha látott a kedves közönség ilyeneket, akkor robbanások, effektek vannak benne. Tehát amikor például felrobban a szamovár, akkor halljuk a hangját, stb. Értem, csinálhatom én ezt a hátad meg? Én hálás lennék ezért, de most akkor ezt tudod mi? Tehát ez most egy ilyen erős, egy ilyen lendületes, egy ilyen szomorú, sötét hangulatú dolognak kéne lenni. Okay. Együtt csináljuk ezt most mi. Az előjelek sokasodnak, a felhők gyülekeznek, a szél feltámad, ha lassú vagy nem menekülsz, ha hibázol elpusztulsz, ha nem találsz menedéket magába szív, a vihar, a 17. század legnagyobb katasztrófa drámája a Színházak műsorán. Csak egy valaki veheti fel a versenyt. Csak egy valaki ismeri a titkokat. Csak egy valaki csillapíthatja le az elemeket. Prospero, a törvény maga. Harc a természettel. Harc az ellenséggel. Harc önmagunkkal. A titkok szigete. A sziget titkai. A szellemek birodalma. És a birodalmak szelleme. A hajó kormánya. És a kormány hajója. A nap vége. És a vég napja. Ugye értik? Na jó van, haladjunk tovább. Ez csak te, jó? Ez annyira, hogy ezt inkább csak te. Herkules legyőzte az Erymantos hegyi vatkant. Széna legyőzte a gonosz varázslónőt, aki Shaolin kungfuzott. És most itt van a legújabb akcióhős, Ödipusz. Ezt mozog le. A dagadt lábú harcos nem ismer kegyelmet. Várjál, ne mozgom! Megöli saját apját. Anyjával lép házasságra, aki később tisztázatlan körülmények között öngyilkos lesz. Egy igazi kemény fiú, akinek szembe kell nézni a múltjával. Bazi nagy görög tragédia. Nem sokára megmártózhatsz a vérbe. Bravo! Köszönöm szépen!
Hölgyeim és uraim, Galambos Péter, Galamb!